Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Tárgyalás. Ápolót késelt a szekszárdi kórházban a férfi. Nemzeti rákellenes nap. A prevenció az első. 34 éve segítik a szenvedélybetegeket. Új ellátási formával bővült a Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató Alapítvány. Energetikai fejlesztés a Parhanton. Napelemet kapott a Fejlőcske óvoda. A szekszárdi törvényszéken folytatódott annak az ügynek a tárgyalása, melyben egy férfi 2023 májusában megkéselt egy ápolót a szekszárdi kórházban. Ezúttal tanúkat és szakértőket hallgattak meg. A vádirati tényelés szerint az elkövető alkoholfüggő. 2023 májusában comnyaktörést szenvedett, ezért a szekszárdi kórházban megbüntették. Ezt követően az alkohol megvonás és egyéb tényezők miatt hirtelen kialakult tudatborult, úgynevezett delirózus tudatállapot alakult ki. A éjfél után a 4 órával, a 20 perccel berontottak a ügyeletes szobánkba a három nővér, az éjszakás nővérek, egyikük fogta a vérző hasát, és mondták, hogy a beteg megszúrta a nővért, és hogy késsel jött el. Én akkor felkeltem az ügyeletes ágyból, és indultam kifele, mert kívülről bezárták az orvosnak az ajtát, hogy amiben benne volt a kulcs. A vádlott konyhakéssel a felhas jobb oldalán szúrta meg a sértettet. A hasüvegi mindösszesen 62 mm hosszúságú szúrcsatorna volt igazolható, mely a hasüveget a külvilág felé megnyitotta. Ezzel összefüggésben ennek környezetében 22-50 mm nagyságú vérgyűlem alakult ki. Az elvégzett hasi feltáró műtét hasüvegi szersérülést nem igazolt nevezett vonatkozásában. A sérülés tényleges gyógytartama 8 napon túli szövődménynek a gyógyulásában 2-3 hétben volt megállapítható, közvetett életveszélyes sérülésnek volt minősíthető, tekintettel arra, hogy testüleg külvilág felé megnyílt. Az igazságügyi pszichiáter szakértő elmondta, a vádlottnál tartósan elhúzódó tudatzavar állapotot lehetett megállapítani. Hirtelen kialakult tudatborult állapot, melyben a terhelt kóros észlelések, üldöztetések és élmények hatására a valóságtól elszakadva követte el a terhérő cselekvény. A szakértő szerint nem zárható ki annak a veszélye, hogy a férfi a jövőben hasonló erőszakos cselekményt követhet el. Egyetértetek abban is, hogy a vádlót kényszergyógykezelése továbbra is indokolt. A férfit az ítéletben felmentették a vád alól, azonban a kényszergyógykezelést elrendelték számára, ami ellen azonban a vádlott védője fellebezett. Az ügy másodfokon folytatódik tovább. 1993 óta minden évben április 10-én tartják a Nemzeti Rákellenes Napot. Erről kevesen tudnak, pedig a rákos megbetegedések okozta halálesetekben Magyarország az élen jár. Szekszárdiakat kérdeztünk, ők miként próbálnak védekezni. Az arányokat tekintve Magyarország élen jár a daganatos megbetegedések okozta halálozásokban Európában. Bár a statisztika valamelyest javul, továbbra is jelentős a probléma. A Nemzeti Rákellenes Liga évek óta dolgozik azon, hogy felhívják az emberek figyelmét a prevencióra. Szekszárdiakat kérdezve szerencsésen találkoztunk a helyi szervezet egyik tagjával. A Rákellenes Liga szexuális szervezete előadásokat szervez különböző előadókkal, orvosokkal, specialistákkal az egészséges életmód népszerűsítésére. És ő személy szerint? Én részt veszek ezeken az előadásokon, illetve segítem ezt a szervezést, hiszen az egyesület tagja vagyok. És az alapításától. Ellen. Hogy? A rák ellen, hogy ilyen egészséges életet, úgy értem. Igen, persze, hát természetesen én is az egészséges életmód híve vagyok, úgyhogy ennek megfelelően az étkezés, illetve a mozgás az nyilván ebbe benne van. 2022-ben a KSA adatai szerint mintegy 30.450 ember halt meg hazánkban. Hát szerencsére eddig nem vagyok rákos, de nem tudom, vizsgálatra szoktam járni, és hál' Istennek nincs semmi. Mint az ismert, a rosszindulatú daganatos megbetegedést inkább megelőzni lehet. Ehhez elengedhetetlen az egészséges életmód, a mozgás, a helyes táplálkozás, de nem szabad megfeledkezni a rendszeres szűrővizsgálatokról sem. Én egészségesen táplálkozok és mozgok, én nagyon sokat odafigyelek, és a családom egészségére is, igen.
Az Európai Rákellenes Kódex 12 pontjából 11 a primér prevencióra vonatkozik, és csak az utolsó szekundere, tehát a szűrésekre. Az egyre nagyobb gondot okozó túlsúly, a dohányzás és az alkohol mind kockázati tényezők. Ismeretlen tettesek betörtek a szekszárdi sportcsarnokba. A sajtóban megjelent információk szerint az elkövetők elektronikai eszközöket, valamint 1 millió forintot is magukkal vittek. Megkeresésünkre a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság kollégái közölték, hogy keresik a betörőket. A rendőrök nagyobb értékre elkövetett lopás miatt indítottak eljárást. Tovább folytatódott a kisiskolások biztonságos közlekedésre nevelő programja. A napokban Tamásiban a Würz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola elsőseinek tartott előadást Molnár Ernő rendőr alezredes. A programban a gyalogos közlekedéssel kapcsolatos tudnivalók, valamint a rendőri karjelzések is szerepeltek, de a 112-es segélyhívó használatáról is hallottak a gyerekek. A tanóra végén láthatósági eszközöket kaptak ajándékba, mivel gyalogosként vagy kerékpárral közlekedőként a közlekedés legvédtelenebb szereplői. A Kunszentmártoni országos kötélugró versenyen bizonyítottak a dombóvári I. és Gyula gimnázium diákjai. A Jumpers Dombóvári Kötélugró Sportegyesület színeiben szép eredményeket értek el a Kunszentmártoni országos demo és csapatversenyen. Ez a megméretetés a szezon legösszetettebb versenye, hiszen egy-egy csapatnak 8 versenyszámban is bizonyítania kell, hogy a teljes összetetben a legjobb helyezést éress el. Izgalmas küzdelmek voltak, gyorsaságiban többször egy-egy lépés, gyakorlatban egy-egy pont választotta el a dombóvári csapatot egy újabb dobogós helyezéstől. Összetetben a gyerek csapat az 5. helyet szerezte meg magának, míg a serdülők felállhattak a dobogó legalsó fokára. Új programot, ellátási formát vezet be a Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató Alapítvány. A szervezet 34 éve foglalkozik szenvedélybetegek terápiájával. A Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató Alapítvány rehabilitációval, nappali ellátással és támogatott lakhatással segíti a szenvedélybetegeket. A rehabilitáció az azoknak a függőknek szól elsősorban, akik kórházi kezelés, kórházi detoxikálás után pár hónapot igénybe vevő segítségre szorulnak, mert hogy a szerhasználat mentén annyira sérültek a szociális készségeik, a kapcsolataik, vagy a munkavállalási képességük, hogy fel kell építeni ezeket a mentális és szociális képességeket, ezeket az erodálódott reakciókat, viszonyokat, ezt helyre kell állítani a családdal, az elfogadottságot, a társadalmi státuszt. Ez egy 13 hónapos bentlakásos program keretében valósul meg. A nappali ellátás Bonyhádon vehető igénybe. Ide azokat a szerhasználókat várják, akik nem igényelnek bentlakásos kezelést, de a függőségük már érezhetően problémát okoz a társadalmi életükben. Számukra tudunk egyéni segítséget nyújtani, addiktológiai konzultációt, segítő beszélgetéseket, mentálhigiénés munkatárssal, kóccsal. Támogatott lakhatást azok számára tudnak biztosítani, akik egy sikeres vagy egy félbehagyott rehabilitáció után további segítségre szorulnak. Az új ellátási formát pedig egy közösségi szolgáltatás jelenti. Ezen belül több terület van, amivel tudunk foglalkozni, tehát hogy a gondozás, megkereső munka, tanácsadás, készségfejlesztés. Ezek a területek, amiket tudunk benne érinteni. A közösségi ellátás kapcsán a szervezet jelenleg elsősorban úgynevezett megkereső munkát végez. A Bonyhádi, a Paksi, a Szekszárdi és a Tamási járásban is igyekeznek adatbázist kialakítani. Az adott járásokban a képernyőn látható települések tartoznak bele. Neki küldtünk már megkereső e-maileket, küldtünk nekik igényfelmérő kérdőívet, amihez lehet csatlakozni, hogy ők az adott településükön, hogy mennyire találkoznak alkohol, illetve drog problémával, és ebből próbálunk majd igazándiból terület specifikusan kialakítani majd különböző programokat. Mert magát a szolgáltatást, amik elérhetők, amit mondtam, készségfejlesztés, gondozás vagy tanácsadás, az kifejezetten személyre szabottan tud működni, hogyha minket megkeres egy kliens, vagy mi megkeresik ugye a klienst, és be tudjuk venni az ellátásunkba, akkor neki személyre szabottan tudjuk ezeket a szolgáltatásokat nyújtani.
viszont a program része az meg az igényfelmérés alapján tud kialakulni, hogy mi az, amit tudunk még nyújtani települési szinten. A közösségi ellátáshoz tartozik a prevenció is. Igazából az iskolákkal együttműködni úgy szeretnénk, hogy egyrészt ugye van egy pedagógus programunk, ahol a pedagógusoknak tudunk segítséget nyújtani abban, hogy kezeljék az adott problémát, illetve ezzel kapcsolatos felvilágosítást kapnak. Hát van egy programunk, a KT program, ami egy kompetencia alapú, kompetenciákra, szociális kompetenciákra épülő program, és ezt elsajátíthatják akár a pedagógusok is, illetve mi is végzünk az iskolákban ezzel kapcsolatos egészségfejlesztő foglalkozásokat, hogyha erre az iskola nyitott. A közösségi ellátás önkéntesen, térítésmentesen vehető igénybe. Az alapítvány címe 7150 Bonyhád, Vörösmarty tér 3/2, telefonszámuk 0674 678 587, e-mail címük pedig a közösségi kukac@kimta.hu. Hatvan darab facsemetét, gömbkőrizst, gömbakácot és vérszilvát telepített Alsónyéken Molnár István polgármester és a település önkormányzata, amelyből 10 csemetét alsónyékieknek volt lehetőségük örökbe fogadni. Győrben rendezték meg a Hungarian Masters Open Cselgáncs bajnokságot április 6-án. A versenyen Kis Norbert, Kovács Botond és Csoknyai László sem talált legyőzőre. Mindhárom ases dzsúdósnak kiválóan sikerült formát időzíteni a rangos, több ország sportolóját felvonultató viadalra. 3-3 mérkőzés nyertek Ipponnal állás és földharcban, hogy elhódítsák az értékes trófeát, amelynek köszönhetően egy évig ismét korcsoportjukban az ország legjobbjának mondhatják magukat. Baleset történt a Decsi Szőlőhegynél, amiben egy segédmotoros kerékpáros és egy autós frontálisan összeütközött. Gorzsás Ákos, rendőrfőtörzsőrmester, a szekszádi rendőrkapitányság körzeti megbízottja rövid időn belül a helyszínre ért. A balesetben érintett autósofőrje értesítette a mentőket. A megbízott látta, hogy a motoros fiú nem mutat életjeleket. Azonnal cselekedett, és megkezdte a 14 éves fiatal újraélesztését. Néhány perc múlva megérkeztek a mentőszolgálat munkatársai, akik átvették a sérült ellátását, és a helyzet súlyossága miatt mentőhelikoptert is kértek a helyszínre. Aparhanton a Felőcske óvoda napelemmel gazdagodott, és egy-egy hűtő-fűtő klíma is került a csoportszobákba. Az óvodáson Potápi Árpád János államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is beszédet mondott. Ége már a fagynak, gödrötás a szilva magnak, csepp ujjain egyre számol, hány szilvát szed majd le a fáról. Az óvoda nagy múlttal rendelkezik, hiszen Dávid Tíme, a Aparhant polgármestere is ide járt. Ő maga ismertette a benyújtott pályázat és az elvégzett munka részleteit. A Német Nemzetiségi Önkormányzata Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT-hez benyújtott pályázatán nyert el 3 millió forintot, úgyhogy ennek a pályázatnak köszönhetően valósult meg a napelem elhelyezése, és a többihez pedig önkormányzati önerővel járult hozzá az önkormányzat. A fejlesztéseknek köszönhetően az intézmény gazdaságosabban tud majd működni. Emellett a személyzet és a gyermekek életét is komfortosabbá tudják tenni a mindennapokban. Nyilván ugye a rezsiköltségek eléggé megugrottak az utóbbi években, úgyhogy azért is örülünk ennek az energetikai fejlesztésnek, mert így akár a hűtő-fűtő klímákkal a téli időszakban rá tudunk segíteni a gázfűtésre, úgyhogy bízunk benne, hogy etére megtakarítást tudunk elérni, amit az óvoda más területén tudjuk hasznosítani. Potápi Árpád János államtitkár, a térség országgyűlési képviselője hangoztatta a projekt fontosságát, hiszen a magyar gyermekek oktatása az eljövendő idők kulcsa. Rájuk tudjuk építeni a jövőnket, és hogyha az ő nevelésüket, az ő oktatásukat támogatjuk, akkor gyakorlatilag ezzel a jövőben vetett hitünket erősítjük meg, egy olyan fejlesztést támogatunk, amivel a jövőt is tudjuk támogatni. Aparhanton egy közös munka sikerét ünnepelhetik, hiszen két önkormányzat együttműködése keretében zajlik a korszerűsítés. Igazából az intézménynek a fenntartása, bár önkormányzati, de azért a német nemzetiségi, vagy német önkormányzat is kiveszi ebből a részét, hiszen támogatta például ezt a pályázatot is. A megvalósulás, hogyha jól látom, összesen 5,5 millió forint volt. De hogyha az egész ciklust végignézzük, az 5 éves
önkormányzati ciklust. Csak a Magyar Falu programnak keretében az elnyert összegek 109.304.688 forint. A rendezvény végén az óvodát is megtekintették a vendégek. A tapasztalatok alapján egy modern és gyermekbarát épületben folyhat tovább a kicsik nevelése a jövőben. A régió híreivel folytatjuk. Halálos áldozatot követelt a pécsi lakástűz. Valószínű, a dohányzás okozta a tragédiát. Mustra. A legjobb somogyi pálinkákat és borokat keresték. Gyermekjóléti konferencia. Az óvodai és iskolai szociális ellátásban dolgozó szakemberek találkoztak Pécsen. Hétfő délután riasztották a pécsi tűzoltókat egy lakástűzhöz. A lánglovagoknak egy szobában kellett megfékezniük a tüzet, ami sikerült is. Azonban a helyszínen tartózkodó idős nő életét már nem tudták megmenteni. Megolvadt a tévékészülék kerete, az ágyból pedig csak ennyi maradt. Tűz pusztította a pécsi Újvilág utcában hétfő délután. A katasztrófa emberéletet követelt. Pécsi hivatásos tűzoltók 3 gépjárművel 11 tűzoltóval vonultak a helyszínre. Egy földszintes családi ház egyik helységében kanapéágy annak környezete égett, valamint egy televíziókészülék is felrobbant. Tűzoltók 2 sugárról oltották el a tüzet. Ezt gyorsan tették, így más helységben nem is terjedt át a tűz. A munkálatok közben észlelték, hogy egy eszméletlen személy is van az épületben, őt kivitték és a mentőszolgálatnak átadták. Az eset jellegére tekintettel tűzvizsgálati eljárás keretében fogjuk vizsgálni, hogy ténylegesen mitől keletkezett a tűz. A házban tartózkodó idős nőt már nem tudták megmenteni a mentősök. A helyszínen életét vesztette, feltehetőleg füstmérgezésben halt meg. Azt már tudják a tűzoltók, hogy nem elektromos hiba okozta a tüzet. A jelek szerint az áldozat az ágyban dohányzott, ettől gyulladt ki a szoba. Most itt általában az otthon jellegű tüzesedekről beszélünk, ott azt lehet elmondani, hogy nagy általánosságban emberi hiba miatt, vagy emberi mulasztás miatt keletkeznek ezek a tüzek, ezt egy kis odafigyelésre el lehetne kerülni. Ilyen például az, hogyha valaki dohányzik zárt helységben, és mondjuk ezt felügyelet nélkül hagyja a csikket, csak magától eligni, nem nyomja el, ebből is keletkezhet tűz. Számos ilyen eset volt már a megyében, a tavalyi évben is, amikor emiatt kellett a tűzoltóknak vonulnia. Ezért nagyon fontos, hogy ha valaki a zárt helységben dohányzik, akkor a csikket azt nyomja el. A vizsgálat még nem zárult le, de az előzetes megállapítások alapján gyanakszanak a dohányzásra a tűzoltók, mondja a hivatalvezető. A halálos pécsi tűzeset áldozata egy 70 éves nő volt. Fülöp Viktor párlata nyerte Kaposvár díját a 8. Somogy vármegyei nyílt bor és pálinka versenyen. Somogy vármegye pálinkája egy sajmegy párlat lett, melyet Sas Tamás készített el. A köszöntést és rövid megemlékezést követően jöhetett az est legfontosabb része, az eredményhirdetés. A szép számmal megjelent bor és pálinka készítők nagy izgalommal várták, hogy miként szerepeltek tételeik az idei megmérettetésen. Bár az időjárási körülmények nem voltak épp ideálisak, összességében mégis minőségi előrelépés történt mind a borok, mind a pálinkák esetében. És a mai nap is azért vagyunk büszkék, hogy a tavalyi rossz, viszonylag rossz gyümölcs termés ellenére 311 minta érkezett, viszont ezek minőségben azt tükrözik, hogy tényleg ez a somogyi mustra, ez egy nívós verseny. A kisebb településeken jó eredményt elért pálinkák, őket nyugodt szívvel hozzák hozzánk, és tényleg nálunk csapódik le az igazi minőség. Az eseményen kiderült egyebek mellett az is, hogy a legjobb fehérbor a Balaton Agrár ZRT 2023-as Chardonnay bora lett. Tavaly ilyenkor még zöld fű volt azon a területen, ahol születkor már elindult a borászati üzemünk. Én azt mondom, az ország egyik legkorszerűbb borászati üzeme készült nálunk, és már próbaüzem során 1400 tonna szőlőt feldolgoztunk, és fantasztikus eljárással. Tehát nálunk a borászati üzemnek az alapja az, hogy, és mindent ennek rendeltünk alá, hogy a szőlőnek az íz, illat, aromáját, azt teljesen át tudjuk a borba plántálni. A pálinka főzők között megjelentek, sőt egyre szebb eredményeket érnek el a hölgyek is. Közülük idén Kalocsa Adriána készítette a legtöbb magasan értékelt párlatot.
Én tényleg egy anyuka vagyok, aki a kisgyermekem elől, vagy mellett, ahogyan időm engedi, próbálok a legnagyobb odafigyeléssel jó, szép párlatokat készíteni. És most úgy érzem, hogy tovább kell tanulnom, mélyítenem kell a tudásomat, és sokkal nagyobb odafigyelést tenni, hogyha már eddig ilyen szépen jönnek az eredmények, úgyhogy olyan nagyon-nagyon nagy erőfeszítést nem tettem bele, tényleg csak a lelkesedésem, és igyekszem, hogyha valamibe belekezdek, akkor azt a legjobban csinálni, és most úgy érzem, hogy ezzel foglalkoznom kell. Az eseményen jelen volt a Pálinka Nemzeti Tanács elnöke, Mihályi László, aki beszélt a legújabb trendekről is. Most elindult egy tendencia a vegyes gyümölcsök felé, aminél már ugye, mint a borászok blendelik a termékeiket, ugyanígy az elkészített pálinkákat házasítják, és nem a gyümölcsöket együtt főzik, tehát különböző gyümölcsöket, hanem kész van mondjuk egy szőlőpálinka, meg egy kései megypálinka, és abból csinálnak egy küvét tulajdonképpen. Ezek vannak most úgy látom, hogy felfutóba. Somogy vármegye közgyűlésének elnöke szintén részt vett az eseményen, és a mustra közösségteremtő erejéről szólt. Összehozza különböző termelőket, borkészítő pálinkamestereket, és tapasztalatcserével, és egymást jobban megismerve, nagyobb bizalommal tudnak egymáshoz fordulni, tanácsot kérni, javaslatokat. Úgyhogy mindenképpen pozitívnak ítélem meg ezt is. A 8. Somogy vármegyei nyílt bor és pálinka versenyen a legeredményesebb pince a kaposvári Kovács Mátéé lett. A legeredményesebb kereskedelmi borászat pedig a Balatonlellei Zöld Ajtósház. A pálinkáknál a legeredményesebb magánfőző a barcsi Tóth Tamás Csaba lett, míg a legeredményesebb kereskedelmi főző a kerekiben tevékenykedő Szabor Kút Kft. Második alkalommal rendezett konferenciát az Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ a Jövő Nemzedéke Segítőinek. Az országos rendezvény témája a szakemberek mindennapi gyakorlatának segítése, megvitatása. Előadás hangzott el a gyermekek és a média, valamint a gyermekek és a sport egymáshoz való viszonyáról is. Az ország különböző távoli pontjairól is érkeztek résztvevők. A Jövő Nemzedékének segítői az óvodai és iskolai szociális segítők és a szociális és gyermekjóléti ellátásban dolgozó szakemberek mindennapjai gyakorlatban elnevezésű konferenciára. Egy külföldi vendég a gyermekek sportvilágában betöltött szerepéről beszélt. Ő maga erőléti edző és úszóedző, háromszoros olimpiai bajnok edző. A fiatalkorban elkezdett sport jótékony hatásáról beszélek majd a rendezvényen. Arról, hogy később felnőtt életükben ez mennyire tesz majd jót az egész szervezetüknek. Fontosnak tartom a résztvevőkkel való beszélgetést is. A beszélgetést Szaniszló Csaba sportriporter műsorvezető folytatta az edzővel, majd egy saját előadást is tartott a média és a gyermekek viszonyáról. Én nem nagy igazságokat hoztam mára, hanem azt tudtam elhozni, mint valaki, aki 25 éve dolgozik már a média területén, hogy mi hogy látjuk ezt a túloldalról, hogy hogyan változik meg a média, és ez hogyan befolyásolja a gyerekeinket, és hát az ő mindennapjukat, hiszen ma már egy gyermek 4-5 órát biztosan tölt képernyő előtt, sajnos, és azt látjuk, hogy van tennivalónk nekünk, felnőtteknek, és igazából rajtunk, akik majd a közönségben ülnek, és a gyermekekkel foglalkoznak, a szülőkön rajtunk múlik az, hogy mennyire tudjuk kezelni ezt az állandóan változó média helyzetet. Óvodai és iskolai szociális segítők, családsegítők, esetmenedzserek, egyéb a szociális és gyermekvédelemben dolgozó szakemberek, pedagógusok, óvodai és iskolai pszichológusok számára hirdették meg a részvételt. Békésből, Szabolcs-Szatmár, Győr-Moson, Sopron vármegyéből, Budapestről, Baranyából és a környező vármegyékből is érkeztek szakemberek, tájékoztatott Nagy István, az ECGK igazgatója. Hát 2018 óta a Gyerekjóléti Központnak biztosítania kell óvodai, iskolai, szociális segítő tevékenységet a köznevelési intézményekben, és az elmúlt 6 év az, ami igazából ezt a második konferenciánkat életre hívta. Az első tartottuk 2019-ben, ugyanúgy Pécset, akkor is az
ország különböző részéről érkeztek szakemberek, és ezt a hagyományt szerettük volna folytatni. Időközben az élet olyan helyzet elé állított minket, amit mindannyian tudunk, hogy milyen sokkok és helyzetek elé kerültünk, és most jött el az az időszak, hogy újra, 5 év után meg tudjuk szervezni ezt az országos konferenciát. A konferenciát 3 naposra tervezték, szakmai workshopok is várják a résztvevőket a Pécsi Kulturális Központ Apáczai Művelődési Házban, illetve a szervezőintézmény új Anikó utca épületében. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Tárgyalás. Ápolót késelt a szekszárdi kórházban a férfi. Nemzeti rákellenes nap. A prevenció az első. 34 éve segítik a szenvedélybetegeket. Új ellátási formával bővült a Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató Alapítvány. Energetikai fejlesztés a Parhanton. Napelemet kapott a Fejlőcske óvoda. Csütörtökön országszerte lecsökken a felhőzet, kisüt a nap. Csapadék nem hullik. Gyenge északi légmozgás várható. Éjszaka csillagfényes, eseménytelen idő lesz. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!